Elbúcsúztak a varrós diákok, ballagási istentisztelet, 40 éves hagyomány a gépes ballagás. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. május 2-án 18 óra 5 perckor. A Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum Szakképzőiskola és Kollégium 81 végzőse vett búcsút az Alma Mátertől, diáktársaitól, tanáraitól. Az iskola udvarán tartott ünnepségen szép számban voltak jelen szülők, hozzátartozók, hiszen most újra hagyományos módon lehetett megtartani a ballagást. Nagyon izgulunk, hát meg büszke is vagyok rájuk, mert a kicsi is most ballag egyszerre egy napon. Ő egészségügyben érettségizik. Ő meg már a harmadik szak. Úgyhogy van kereskedelmi végzettségi, érettségi, és most szakácsként végez. A ballagtató osztályok szépen feldíszítették a végzős termeket, a folyosókat és az udvart is. Az iskola képzési profiljának megfelelően voltak a ballagók között érettségizők, szakmunkások és második szakmás képzésen résztvevők is. Féltem a mai naptól, meg félni fogok a elkövetkező vizsgáktól. Ahogy elkezdtem itt a iskolát, akkor elkezdtem a kereskedő szakmát, azt elvégeztem 3 évet, utána még visszajöttem egy érettségire, az 2 év volt, és most meg visszajöttem szakásnak, az meg 3 év volt. Így legalább több lábon fogok lenni, így több helyen elbírok úgy helyezkedni, és úgy a további tervem úgy elmegyek dolgozni, családot szeretnék, meg úgy jó élményeket szerezni a nagyvilágba. Változni kell. Ha nem teszed, nem találod majd helyed, és azt hiszed, kiszúrtak veled. Pedig te vagy, aki karba tett kézzel lábad, makacsul, megveted és bosszankodsz. Hát itt mindenki ellened van. Változni kell. Változnod kell. És akkor lelked majd ünnepel, kortyolhatod a sikert, de vigyázz, meg ne részegülj. Csak mértékkel fogyasz. Így lesz klassz, és érd is bennyivel. Tóth Benszőjék és szobafestőmázoló tapétázót tanulok. Miért pont ezt a szakmát választottad? Hát igazából konkrét célom nem volt vele, viszont nagyon nagy hiány szakma, és nem bánom meg, hogy erre jöttem. Most megszakadnak azok a kötelékek, amelyek az évek során a középiskolához fűztek minket. De az az elvállás csak jelképes, mert az itt köttetett barátságok, szerelmek és élmények, amelyeket itt átéltünk, örökre a szívünkben maradnak. A szomorú és boldog pillanatok egyaránt múlhatatlan emlékek, melyeket nem bántunk meg, hisz ezek tettek azzá, akikké váltunk, akikre most igazán büszkék vagyunk. Én a Karcagi Varró István iskolába tanulok, egészségügyi szakon. Idén fogok érettségizni, most van jelenleg a ballagásom. Miért választottad ezt a szakmát? Ezt a szakmát igazából én azért választottam, mert ez egészen visszanyúlóan nagyon régre családi ág miatt. A mi családunkban nagyon sokan egészségügyben dolgoztak, és dolgoznak mai napig. A végzős gyakorlóápolókat, az érettségire felkészítő osztályba járókat, a gépi forgácsolókat, a heggesztőket, az eladókat, a pincéreket, a szakácsokat, az asztalosokat, a festőmázoló tapétázókat, a gépi forgácsolókat és az irodai titkárokat, Egedini Jobbágy Gizella, az 5/13G gyakorlóápoló osztály osztályfőnöke búcsúztatta. Életutatok egy olyan szakasza ér most véget, mely új lehetőségeket nyit meg számatokra, a munkába állás, vagy a további tanulmányokat. Rátok, a jövő szakembereire vár a felelősség, a helytállás saját szakterületeiteken, és az élet egyéb dolgaiban egyaránt. Ez a mai nap számotokra egy mérföldkő, mely a felnőtté válás első állomása. A vizsgákra gondolva, eszetekbe jut, hogy jó lenne még egy kis idő, jó lenne még néhány nap, jó volna egy kicsit elodázni a megmérettetést. A feladatotok azonban az, hogy az elétek gördülő akadályt a legjobb tudásotok szerint átugorjátok, és a lehető legjobban helytálljatok. Most itt vagyunk ünnepi díszben, virágok és ajándékok között.
nektek szól a ballagási dal. Titeket ünneplünk, hisz a mai nappal lezárul egy szakasz az életetekben. Legyetek erre büszkék, és arra, hogy ebbe az iskolába tanulhattatok. Fejezzétek be becsülettel, amit elkezdtetek, a célt már látjátok magatok előtt, álmaitok beteljesednek. Az ünnepi műsor után Facsar András igazgató és Fodor Csaba, az iskolai alapítvány elnöke jutalmakat, elismeréseket adott át tanulmányi, sport és közösségi munkáért. A gyakorlati képzőhelyek vezetői is több diáknak adtak át elismerést az eredményes gyakorlati munkáért. A Karcagi Nagykun Református Gimnázium három végzős osztályának 63 diákja búcsúzott az iskolától, diáktársaitól, tanáraitól, majd a református nagy templomban tartott ballagási istentiszteleten többen díjakat is átvehettek. Nagy izgalommal készültek a Karcagi Nagykun Református Gimnázium végzősei a ballagásukra, hiszen 4 évükből 2 online oktatásban végeztek. Ez az a korosztály, aki tulajdonképpen 2 tanévet is részben online oktatásban töltött, viszont hála Istennek nekik már a 12., vagyis a kimenő évfolyamon töltött 1 évük, az már jelenléti oktatás keretei között folyt, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ott elég jó esélyeink voltak azért arra, hogy visszatérjünk a normál kerékvágásba, és egy hagyományoshoz hasonló felkészülési projektet tudjunk végigvinni az érettségire. Igen, sokan érettségiznek emelt szinten, a főbb tantárgyak között most is ott van például a történelem, a magyar, de a matematika is előfordul. Nagyon bízunk benne, hogy megfelelő színvonalon fognak sikerülni ezek a vizsgák, és ugyanazt az eredményt fogjuk tudni produkálni iskolai szinten, mint amit eddig is. A 11-es ballagtató osztályok szépen feldíszítették a termeket, a templomot, a folyosókat is. A három osztály a tornateremből indult el búcsút venni az Alma Mater több száz éves falaitól, és közben felidézték az itt töltött éveiket is a diákok. Hát igazából nagyon meg vagyok hatódva, mert még emlékszem, hogy kisgólyaként nem régen léptem be, és olyan gyorsan eltelt ez a 4 év, hogy felfoghatatlan, és főleg így, hogy 2 év online oktatásban telt, szinte ki sem élvezhettem az osztállyal töltött időt. Mit kaptál a szüleitől útravalóul? Hát mindenféle jó kívánságot természetesen. Nekem édesanyám a 8. ballagásra is nyakláncot kaptam, és most is ugyanígy. És igazából úgy van, hogy minden ballagásnál, hogy ez örökké velem legyen, és én soha nem veszem le. És egyébként a mai napot hogyan éled meg? Szerintem biztosan elejtek egy pár könycseppet, mert nagyon fog hiányozni, nagyon szerettem ezt az iskolát, és tényleg imádtam ide járni. Szerintem tényleg annyi élményt adott, és borzalmasan fáj, hogy így búcsút kell vegyek tőle. A szülőktől, rokonoktól kapott ballagási csokrokat, ajándékokat, aztán az iskolában hagyva közösen vonultak át a templomi ballagási istentiszteletre, ahol nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes ige hirdetése után az ünnepi műsorban a végzősök közreműködtek. Székely Éva Mária, a 12. A osztályfőnöke megható szavakkal búcsúztatta tanítványait, és indította el őket a nagybetűs élet felé. Az érzéseim rendkívül szürreálisak, igazából felfoghatatlan, hogy már itt tartunk, nagyon gyorsan eltelt ez a 4 év, szinte egyik napról a másikra. Ezek a diákok 2 évet gyakorlatilag otthon töltöttek, sajnos a pandémia miatt, úgyhogy így még rövidebbnek tűnik ez az időszak. Milyen tanácsokkal látjál most őket? Hát azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy most a közeljövőben megálljak a helyüket az érettségén, és hát természetesen rengeteg útravalót és jó tanácsot kaptak tőlünk. Ezt majd ki fogom fejteni bőven a ballagási beszédemben, de életre szóló tanácsokat a továbbtanuláshoz, ahhoz, hogy hogyan boldoguljanak az életbe, hogyan gyakorolják a hitüket, hogyan tudjanak magukra büszkék lenni, hogyan alapítsanak családot. Gyakorlatilag az élet összes ügyes-bajos dolgával elláttuk őket mindennel. Saját gyermekének mit fog tanácsolni? Hát elsősorban az, hogy nagyon keményen tanuljon, mert a kemény munkának van gyümölcse, és a befektetett munka az, aminek utána látjuk az eredményét. Úgyhogy elsősorban ez a legfontosabb, utána pedig, hogy legyen versenyképes diplomája, és azzal el tudjon helyezkedni, lehetőleg Magyarországon. Az osztályról mit kell tudni a saját osztályáról?
ez az osztály tulajdonképpen két részből áll, az egyik része magyar történelem emelt óraszámú képzést kapott, a másik pedig emelt óraszámú informatikai képzést kapott. Elsősorban informatikai jogi pályára mennek tanulni a gyerekek, úgyhogy sokan emelt érettségiznek, szinte az osztály 100%-a tesz valamiből emelt szintű érettségit, elsősorban történelemből és informatikából. Ezt követően Koncz Tibor esperes és Tóth Barna igazgató jutalmakat adott át a legjobbaknak tanulmányi sport és közösségi munkáért. Az iskola fennállásának 123. évében újra hagyományos balagást tarthatott a Szent Anna és Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium 118 végzős diákja. A ballagási ünnepség előtt a tanulók gépes felvonulással búcsúztak el a várostól. A felvonulásra több olyan tavaly végzett diák is becsatlakozott gépekkel, akik a pandémia miatt nem vehettek részt akkor a hagyományos ballagáson. Nagyon-nagyon örülünk neki, nagyon készültünk, és nagyon sokan vagyunk. Tehát igazi öröm, igazi boldogság, nagyon sokan vagyunk. Tehát. Tavaly milyen volt, amikor elmaradt a ballagásotok? Hát olyan kicsit szomorkásak voltunk, ugye, mert elmaradt a gépes ballagás, ugye minden gépésznek ez az álma, ez a nagy favorit, úgyhogy erre vártunk mindannyian. Én nagyon örülök neki, mert ugye tavaly nem volt, és most be lehet pótolni. Nagyon készültünk rá, úgyhogy nagyon, nagyon várom van. Mit jelent számodra ez a mai nap? Hát ugye ez már az 5 év lezárását jelenti. Most búcsúzunk a várostól, és ez nagyon jó. Én ezt nagyon vártam, hát már elsőben is, mikor az első gépes ballagás vizét láttuk, azóta várjuk ezt a pillanatot, hogy mi is elballagassunk ennyi géppel. Ez egy hatalmas nagy élmény mindnyájunk számára. És hogyan készültél a mai napra? Hát behoztuk a gépet, elsősorban feldíszítettük, felkészítettük, hogy túlélje a menetet. De minden egyes gépet egyenként megnéztünk, és én nagyon el voltam varázsolva. Nagyon szépen fel voltak díszítve, volt több, ami különösen nagyon szépen volt. Úgyhogy gyerekek integettek, nagyon nekünk nagyon végtelenül nagyon tetszett. És itt is végignézték az iskolát, a régi hagyományokat, hogy tetszik, hogy fűvel burították? Igen, azt is végignéztük, ide járt nekem a fiam is, ide járt a két keresztlányom is, felmentünk az emeletre is, nagyon jó volt bemenni, én nagyon élveztem a fűnek az illatát, nagyon szépen fel voltak a termek díszítve, minden tényleg nagyon szép volt, visszamentünk az időbe, jó pár év telt el már azóta, mióta ide járt a gyerekem, de ugyanazt a varázslatot éreztem, mint akkor. A felvonulás egy lovas kocsival és csikóssal, majd autós sorral indult. A személyautókat az iskola erőgépei követték, elől egy Hoffer traktorral, melyet Futó Lajos gyakorlati oktatás vezető vezetett, melyet 48 traktor, 3 kombány követett. Az elmúlt évek pandémiás időszakát lezárulását követően egy teljes értékű ballagást tudunk szervezni ebben az évben, ami egy teljes értékű tanévet zár. Az elmúlt időszakhoz hasonlóan hagyományok szerint zajlik. Ez egy 8 órakor kezdődő hintósgépes ballagással kezdődik. Most ezen mintegy 49 mezőgazdasági erőgép és 3 aratócséplőgép vett részt, illetve hát többen személygépkocsival, lovas járművekkel vettek részt a ballagáson. Néhányan becsatlakoztak olyanok is, akik az elmúlt időszakban nem tudtak részt venni, pontosan az rendezvény elmaradása miatt a ballagáson. Azt mondhatom, hogy a hagyományoknak megfelelően a alsóbb évfolyamok földíszítették a tanépület folyosóit, tantermeit, és hát 10 órától kezdődik majd az a búcsú, amit a végzős diákjaink fognak ezeken a területeknek a bejárásával átnézni és búcsút venni tőlük. Majd egy központi ünnepségre kerül sor, ahol a végzős évfolyamoktól a nevelőtestület, illetve a diákok búcsúznak.
Az iskolába visszatérve a diákok felsorakoztak termeikben, és indult a hagyományos ballagás, amelynek jellegzetessége, hogy a tanügyi épületek folyosóit, lépcsőit a 11. évfolyamosok fűvel borítják be, a szokásos tantermi díszítések mellett, ezzel is utalva az iskolában folyó több mint 100 éves mezőgazdasági oktatásra. Ez egy nagyon régi hagyománya az iskolának, több sok évtizedre nyúlik vissza. Elsősorban a mezőgazdasági jellegű képzésekre kívántak megemlékezni ezzel ezzel a hagyománnyal, hogy fűvel borítják a tanépület földszintjének, emeletének a folyosóit, előtereit. Az udvaron tartott ünnepségen a ballagókat, az érettségiző és technikusi osztályok tagjait Szepesvári Csaba, a 12. D osztály osztályfőnöke búcsúztatta, majd Gyökeres Sándor igazgató a végzősöknek jutalmakat, elismeréseket adott át tanulmányi, sport és közösségi munkáért. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Az érettségiző diákoknak a mostani időszakra sok sikert kívánunk. Viszontlátásra!